Ez a Kultúrtája, Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora, Ficsor Benedekkel, e héten Lakner Dáviddal és Vekerle Szabolcsal. Szeretettel köszöntjük nézőinket, hallgatóinkat. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, nézők, hallgatók támogatásának köszönhetően működik. Ezért kérjük, hogyha tehetik, támogassanak bennünket, fizessenek elő a heti lapra, kövessenek bennünket Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Előre is köszönjük. Most pedig ezt az évvégi adást akkor elkezdjük. Igazából arra gondoltunk, hogy a 2023-as év kulturális életének fontosabb mozzanatairól fogunk beszélgetni. És kezdjük is azzal, hogy az egész év a Petőfi Sándorról szólt, vagy legalábbis nagyon sok kulturális esemény kapcsolódott ehhez, hiszen 200 éve született a költő, Petőfi emlékévet hirdetett meg a kormány. Ebből hát nagyon, nagyon sok értékes produkció született, meg rengeteg nagyon jó könyv, kiadvány, akár említhetjük még lapunk képszerkesztőjének, Vég Lászlónak a részvételével egy fotókiállítás is megvalósult a Petőfi utcák népe címen. Ezek mind nagyon jó vállalkozások voltak, de a Petőfi év fő attrakciója, legalábbis hogy ennek szánták minden bizonnyal, a Petőfi film, az érdekes módon nem került a mozikba, nem készült el a 200-es évfordulóra. Jövőre, tehát 2024. március 15-én fogják bemutatni, ezzel egy kicsit meg is nyújtva ezt az ünneplést, ami kedves gesztus, de vajon mi történhetett? Hát ugye elköltöttek rá 6 milliárd forintot, több mint 6 milliárd forintot, és nagy csinodottával be is harangozták. Hát valószínűleg vagy nem készült el időben, vagy a felvett anyag alapján gondolhatták azt, hogy lehet, hogy várni kéne még vele egy évet, hát mint a jó bor megérik a film. És hogyha ugye Rákai Filip volt a szellemi atya ennek a produkciónak, és a másik alkotása az azóta remélhetőleg méltán elfeledett Aranybullából indulunk ki, akkor inkább ez utóbbi tűnik valószínűleg, mert aki látta az Aranybullát, az gondolom tudja, hogy miről beszélünk, mert annak egyetlen egy pozitívum volt, hogy alulbulni már valószínűleg nem tudják a NER-ben. A Pozsonyi csata rosszabb volt, de hát azért az, igen, arról is tudjuk, hogy azért volt honnan visszajönni. Tehát nem tudom, én arra tippelnék, hogy inkább minőségbeli problémák lehettek vele. Ha technikailag nem tudták megoldani, mert nem készült annyi felvétel, nem olyan volt a vágás, akármilyen, az komoly blama lenne, hiszen jó előre tudták, hogy mikorra kell elkészíteni. Hát azt mindenki tudja, hogy mikor van 2023. március 15-et, hát ezt be lehetett volna lőni, azt hiszem, előre. Hát nem tudom, ez a megnyújtás. Igen, hogyha így ilyen szempontból nézzük, ahogy mondtad, mint egy kedves gesztus és az emlékév kibővítése, akkor ez egy tiszteletre méltó csúszás volt, hanem akkor viszont egy csúnya kudarc, amit talán csak akkor tud felülírni a film, ha minőségi lesz. Bízzunk benne, mert hát végül is elég sok pénzünk van benne nekünk is, úgyhogy akár még jó is lehetne. Igen, hát az ember nagyon izgatottan várja ilyenkor ezeket a filmeket. Ugye a több történelmi film készült idén. Még mielőtt ezekre rátérünk, neked a Petőfi filmmel kapcsolatban milyen várakozásaid vannak, Dávid? Hát az a baj, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi sok milliárdot költenek rá. Igazából a forgatókönyv lenne a legfontosabb, tehát sokkal kevesebb pénzből is ki lehetne hozni egy minőségi produkciót. Volt néhány évvel ezelőtt például egy 1848-as film, a Gerilla, ami kifejezetten élvezhetően sikerült, Kárpáti György Mort filmje, pedig az nagyon kevés pénzből készült, érezhető is volt rajta kicsit a fapados jelleg, de benne volt az alkotóknak a szíve, lelke, érződött, hogy akartak vele valamit mondani, a rendező, a dédapja vagy ükapja valami felmenőjének a történetét szerette volna elmesélni. A Petőfi filmmel kapcsolatban pedig már látjuk, hogy a forgatókönyvet azt hiszem részben Kis Szabó Márk írta, aki rengeteg ilyen produkciónak a forgatókönyvét, a Pesti Balhétól kezdve, talán ő írta az említett Aranybullának is.
Ezek közül nagyon soknak írta a forgatókönyvet, és egyik sem sikerült gyakorlatilag. Úgyhogy én most is nagyjából ugyanazt várom, a színészek majd próbálják feljebb húzni. De nem fog sikerülni, és akkor a látvánnyal próbálják eladni az egészet, hogy de hát milyen szép és korhű. De hát nem az lenne szerintem itt a lényeg, hogy a látvány szép és korhű legyen, mert az is kellemes egy film esetében, meg ha moziba megyünk, akkor számít, de inkább lenne lényeges az, hogy adjon valamit szerintem történetileg. Ugyanakkor ez a látvány, amit említesz, akár még alkotók malmára is hagyhatja vizet, hogyha mondjuk a Semmelweis című film irányából nézzük, ugye ezt nemrég mutatták be itthon, és most már harmadik hete lesz a mozikban, és még a Napóleont is lehajrázta, vagy lekörözte. Tehát a legnézettebb film jelenleg a mozikban, a beszélgetésünk idején legalábbis. Ugye Koltai Lajos filméről van szó, ami hát nem lett jó film, azt azért ezzel nem vádolhatjuk, de semmiképpen sem annyira csapnivaló, mint azok, amikről akár mondjuk a Hadik című történelmi alkotás, amivel szintén rengeteg pénzt voltak. És itt viszont pont az történt, amit a Dávid mondott, mondjuk, hogy nem egy túl vonzó forgatók, hogy alapanyag alapján csináltak egy olyan filmet, amit a színészek, egyes színészek mentettek meg végül is. Kicsit olyan, mintha a Szabó István filmét ilyen matiné előadásra mutatták volna be, vagy egy ilyen délelőtti tudományos ismeretterjesztő sorozatot forgattak volna mondjuk a Rédl ezredes alapján. A film művészet azt úgy kisporolták bele, de azért megmaradt a váza, és hát nagyon sokan nézik, úgyhogy, és valószínűleg ez jó felvezetés a Petőfinek, és én azt gondolom, hogy ezek után akármilyen lesz, hogyha ha kellő energiát, meg kellő mennyiségű pénzt fektetnek a marketingbe, akkor a Petőfi filmnél, ugye ez a Most vagy Soha című filmnél, akkor az akár még sikeres is lehet, és onnantól kezdve, hogyha megnézik, mit tudom én, 4-500 ezeren, akkor szinte mindegy is, hogy mennyire vacak, mert akkor már elért az. De ez csak a marketingen múlik, hiszen most említetted a Hadikot, én úgy emlékszem, hogy annak is volt egy szép hírverése, és ennek ellenére az ki lehet jelenteni, hogy kudarc. Hát, de ott abból szerintem tanultak, itt azért nagyon ügyesen csinálták, egyrészt a közmédia éjjel-nappal nyomta a promóját, és két teljesen értéktelen díjat is kitaláltak egyébként a filmnek. Ugye van az úgynevezett Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál, ami egy nagyon kedves rendezvény, ugye az egész magyar filmes elit mármint a filmvezetőség átvonulhat a nyugati partra, Amerikában, a óceánparton pihenhetik ki a fáradalmaikat, de szakmailag nincs értéke ennek a filmfesztiválnak, ugyanúgy a fődíjának sem. De még erre is hetettek egy lapáttal, mert ugye az mindenhol lejött, kiadta a Nemzeti Filmintézet, hogy a Torontói Filmfesztivál fődíját elhozta a Semmelweis, aztán kiderült, hogy ez nem az a Torontói Filmfesztivál, és igazából nem is fődíj volt, hanem lehetett szavazni, de mivel ez egy 147 férőhelyes, hát egy ilyen művelődési házszerű színházban vetítették, ezért maximum 147 és egyszer minden filmet, ezzel az azt jelenti, hogy 147 néző szavazott rá maximum, tehát egy világra szóló siker, de hát ezeket el tudták úgy adni, hogy tényleg nagy siker, hogy egy nemzetközi siker, amit ugye régebben pár évvel ezelőtt ugye a Saul fia, akár Hajdú Szabolcs filmjei, vagy Figaú Bence filmjei, vagy Reisz Gábornak a Magyarázat mindenre című filmjei hoztak komoly díjakat, hát itt most ilyen nincs, de azért valamit kitaláltak. Tehát ez nagyon szépen felépítették ezt a marketing kampányt, szerintem. Tényleg a csapból is a Semmelweis folyt, és ez láthatóan jót tett a filmnek, és hogyha a Petőfinél megcsinálják, akkor valószínűleg ugyanilyen, sőt, hát az valószínűleg még inkább, mert hát valószínűleg Petőfi azért jóval ismertebb, mint az Anyák megmentője, legalábbis Magyarországon. Dávid, neked az idei termésből melyik volt, idei filmtermésből melyik volt a csúcspont, és melyik volt a legrosszabb élmény? Hát ugye a negatívabbak közül a Hadik maradt meg az Almafa virága című kevésbé ismert vietnámi magyar film, amit nagyon gicses, romantikus produkció akart lenni, a Hadik pedig ugye arról már beszéltünk, hogy az is hát az elveszett a sok akarás között a Hadik, inkább annyi mindent szeretett volna csinálni, rengeteg nagyszerű színészbe passzíroztak ilyen mellékszerepekbe, Mucsi Zoltán karakterére emlékszem, amiből ki lehetett volna hozni nagyon jó gegeket, és
akkor annyiban maradt másfél élettel körülbelül. Hát a legjobb filmek között pedig a Mesterjátszmát mindenképp meg lehet említeni, az Elfogy a levegőt, amilyen tanárdráma, és az Erdélyben játszódik. Hát meg voltak azért még minőségi produkciók így az év vége felé. Most mutatják be a Valami madarakat is, ami hát az inkább egy jó film, de az is, az, azt is érdemes megnézni, abban Szacsvai László az egyik főszereplő. Uh-huh. Az látszik, hogy az inkubátor projektes filmek azok, amik inkább esélyesek általában arra, hogy a legjobbak között legyenek. Illetve hát a Magyarázat mindenre, Reisz Gábor filmje, az is nálam ott volt az idei legjobbak között. Uh-huh. Ugye ha filmről beszélünk, akkor meg kell említeni, meg is szoktuk említeni az a finanszírozás aránytalanságait. Ugye egy szó esett róla, hogy a Most vagy soha a Petőfi film 6 milliárdból gazdálkodott, és hát vannak ilyen kiemelt projektek, amik vagy jól sülnek el, vagy nem, de általában tényleg hatalmas források állnak rendelkezésre. Ugyanez jellemző a teljes kulturális életre, tehát az, hogy ugye vannak a kormányzat szívének kedves projektek, és vannak egyáltalán nem kedves projektek, és ez tökéletesen meglátszik a finanszírozásban is. Ezen a területen mik voltak idén a leglátványosabb mozzanatok? Hát ha a támogatás mennyiségét nézzük, akkor a film, illetve a színház, ami a prímet viszi nyilván, hiszen például mondjuk egy 6 milliárdos Petőfi film, egyébként a Semmelweis is jó pár milliárdból készült, és a Lajos Tamás producer, aki ugye nem mellesleg a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium, vagy alapítvány kuratóriumának tagja, ugye ő az elmúlt pár évben, 3-4 évben több mint 10 milliárd forintot, 10 milliárd körüli összeget vihetett haza a filmjeire, és hát ezek nem mindig sikerültek a legjobban. Mondjuk most tehát a Semmelweis nyilván árnyalja a képet, hiszen legalább a közönség sikert aratott. Tehát itt nagyon látványos a különbség, főleg azért, mert hogy azok a rendezők, akik meghatározzák a magyar filmipart, vagy meghatározták, de nem is a filmipart, inkább a magyar filmművészetet az elmúlt évtizedben, két évtizedben, ugye Mundruczó Kornél, Hajdú Szabolcs, Pálfi György, Fligau Bence, ők itthon alig vagy egyáltalán nem kapnak lehetőséget. És ez azért fájdalmas, mert összehasonlíthatatlanul nagyobb alkotók, mint azok, akik viszont most egyre másra kapják a pénzt. A különféle nem túl eredeti és nem túl erős forgatókönyveket, ahogy arról szó is esett. És innen nézve szörnyű, vagy hát igen, szörnyűnek tűnik a helyzet, hogy még itt valaki 5-6 milliárdot kap egy filmre, addig azok, akik valóban értenek hozzá, és akik kijelölhetnék a magyar filmművészet útját a következő évtizedekre, és ők meg nem kapnak. De nagyjából ugyanezen a színházban is, ott ugye megszűnt a TAO támogatás, ez a társasági adó, nem kapják már meg a színházak a jegybevételeik után. Erre találta ki a kulturális kormányzat azt, hogy akkor egyéb forrásokból finanszírozza, de ez a töredéke ahhoz képest, ami a TAO-ból bejött, és ugye a TAO azt bár súlyos visszaélések voltak jellemző egyébként a kormány közeli művészek körében, azt pontosan lehet tudni, hogy ki, hát most ezt, mivel nem szeretnénk ebből elébb galibát, úgyhogy ezt ne nevezzük meg, de hát azt lehet tudni, hogy ki az, aki egymaga az operaháznál is több támogatást szedett be egy évben TAO-ból. De sokak számára viszont komoly bevételi forrás volt, mert a jegy mellé, a jegybevétel mellé lehetett igényelni, a jegybevétel az arányosítva, tehát egy végsősoron objektív támogatási rendszer volt, tehát ez megszűnt, és ebből lett az, hogy nagyjából lojalitás alapján osztják el a pénzt, aki azt mondja, úgy mondja, ahogy azt hallani szeretné a hatalom, bár mennyire is rosszul hangzik ez, az megkapja a támogatást, mindenki más pedig próbálja megélni a piacból, ahogy ezt Csák János miniszter többször kijelentette, hogy most már nem járható az út, hogy aki bajba kerül a kulturális életben, az a kormányhoz siet segítségért, és onnan várja a támogatást, miközben Magyarországon nincs hagyománya ennek a mecenatúrának is. Állami támogatás nélkül tönkre megy
szinte mindenki. Vagy olyan jegyárakat szabnak meg, amit meg senki nem tud kifizetni, mert már így sem nagyon tudja a színházba járó középosztály kifizetni azokat a 4-től, nem tudom, 5-6-8-10 ezer forintos jegyeket. Ja, tehát hogy a két leghangsúlyosabb része vagy területe ez a film és a színház, de ugyanezt láttuk például a folyóirat támogatásoknál, ahol az NKA, a Nemzeti Kulturális Alap vagy nem utal, vagy későn utal, és nem annyit, amennyit a pályázaton el lehet nyerni, vagy nem írják időben a pályázatot, ami ellehetetleníti a működést, kiszámíthatatlanan teszi a folyóiratok életét, és gyakorlatilag az lesz a vége, hogy hát, aki nem akar, nem tudom, súlyosan megbetegedni az állandó stressztől, az kiszáll ebből a bizniszből, és akkor végül alig marad valami. Igen, erről csak a nézők, hallgatók kedvéért még adásunk idején éppen kapható a Magyar Hang aktuális szám, ugye Alföldi Róberttel készítettél bele interjút. Erről is sok szó esik. Alföldi Róbert egyenesen azt állítja, hogy a független színház, akit most belátható időn belül meg fognak szűnni. Ez mondjuk nem egy nagy jós tehetség, mert gyakorlatilag tényleg most már nem kapnak pénzt, vagy hát olyan minimális összeget kapnak, ami nem elegendő a fenntartáshoz. Hát és Polgár Csaba színészrendező is erről beszéltem rég az interjúmban, hogy nem meg fognak majd szűnni, hanem már szűnnek meg a független társulatok, és hogy ezt jelen időben látja, és hogy elég tragikusnak érzékeli a helyzetet a mostani hát igazgatóválasztások és a támogatási ügyek kapcsán is. Uh-huh. Tehát, hogy nem látni pozitív kifutását egyelőre ennek, főleg ami Csák János miniszter szerepét illeti. Ugye nem, az eddigi évek alapján nem úgy vonult be a közemlékezetbe, mint akinek ez a terület, ez annyira fontos, hogy beletenne többet, mint az előzőek. Sőt, hát ilyenkor mindig nosztalgikusan kezdünk visszatekinteni a korábbiakra, lassan most már Kásler úrra is. Igen. Így gondolhatunk. Érintettük már ebben a műsorban többször, cikkeinkben is, hogy ez a folyamat, ugye, amikor a kormánynak nem kedves kultúrát leépítik, vagy hát kiszárítják pontosabban, a kormánynak kedves kultúrát pedig óriási összegekkel támogatják, azt kéne eredményezni, vagy azt is eredményezhetné, hogy a mondjuk balliberálisnak bélyegzett kultúra az visszaszorul, eltűnik, háttérbe vonul, de párhuzamosan kialakul egy mondjuk úgy, hogy jobboldali, vagy a jobboldalnak kedves kultúra. Ezt hogy látjátok, mennyire alakul ki egy új kultúra csináló és kultúra fogyasztó réteg Magyarországon? Hát nem tudom, most erről megint csak Alföldi Róbert jut eszembe a vele készült interjú, illetve a beszélgetés, ahol ugye Szörényi Leventét idézi, akit nem, ahogy ő fogalmaz, nem lehet balliberális elfogultsággal vádolni, de ugye Szörényi Levente azt mondta, hogy egy művész csak liberális lehet, nem politikai értelemben, hanem emberi és művészi értelemben, mert ahhoz az alkotáshoz kell egyfajta liberális eszmeiség, de hangsúlyozom még egyszer, nem politikailag. De ezen túl szerintem már alapvetően káros az a gondolkodás, hogy balliberális és jobboldali művészetre osztjuk fel a magyar kultúrát. Csak hát sajnos azt látjuk, hogy valóban ez történik, és ennek pénzben, vagy igen, pénzben kifejezhető értéke van az úgynevezett jobboldaliságnak. Ugye Kerényi Imrének volt a híres mondása, most mi jövünk, amivel arra utalt, ugye, hogy két és fél évtizednyi balliberális uralom után, akkor most a konzervatív keresztény jobboldali körök kerülnek nyeregbe, és hát ezt intézményi szinten látjuk is, hiszen mondjuk Vidnyánszky Attila az egész színházi életet elfoglalta, az oktatástól a különféle szervezeteken át a színház vezetéséig, de mondjuk a Nemzeti Színház nagy színpadán 50-54% a fizető néző előadásonként, ami azt jelenti, hogy félházzal megy, és persze ingyen jegyekkel feltöltik több mint kétharmadra, de hát ez a kétharmad, ez nagyjából olyan, mint ahogy a Fidesz nyeri a kétharmadot a 40-50%-nyi szavazóval, és ez elég tragikusnak tűnik. És egyébként akkor most még egyszer visszautalva Alföldi Róbertre, ugye az ő színházában, ugye 2008 és 2013 között vezette a Nemzetit,
Schmidt Máriától Elsimon Lászlóig nagyon sokan jártak a hatalom képviselői közül azok, akik jó színházat akartak nézni, és ebből nem is csinálta a titkot, és ami fő, ők nem ingyen mentek, hanem meg is vásárolták azt a jegyet. Nem tudom, hogy ők járnak-e most, remélem, hogy igen, miért ne, de egy azt mondtad, hogy ami a kormánynak kedves, és ez mármint a kormánynak kedves kultúrára megy a pénz, szerintem nem nagyon van olyan, hogy a kormánynak kedves kultúra. Én úgy látom, hogy ez egy szükséges rossz. Vannak ezek a potentátok, akik kordában tartják az alattvalóikat, a Vidnyánszky, Demeter Szilárd, nem tudom, Ókovács Szilveszter az Operaház élén, és még néhányan. Nekik oda tolják a pénzt, csináljátok, amit akartok, csak ne legyen probléma, ne kelljen ezzel a területtel foglalkozni, és ezért egyébként bőven megteszi, hogy Csák Jánost ültetik a kulturális tárca élére, aki hát nem tudom, sokszor elmondja, hogy a kormány még soha, vagy hát soha nem költöttek még annyit kultúrára, mint most, de igazából ennek látjuk a végeredményét. Úgyhogy nem tudom, ez a felosztással is probléma van, meg azzal is, hogy szereti, vagy hogy egyáltalán fontos a kultúra, nem fontos. Uh-huh. És ezért érdekes, hogy mert majd idővel úgyis csak kultúra fog fent maradni, hogy akkor ebből a tizen akárhány, vagy hát mondjuk 2060-ig számolunk, akkor a 30-40-50 évből mennyi fog vajon fennmaradni, vagy mi fog fennmaradni. Uh-huh. Hát a számos jobboldali közszereplő is el szokta egyébként mondani így kritikaként, hogy nem működik az úgy, hogy írók írjatok remek műveket meg, hogy jobboldali kultúrát kell létrehozni, olyanok, mint Elsimon László, Demeter Szilárd, meg Adja Gábor is írt erről. Tehát, hogy ugye Békés Mártonnak tulajdonítják le inkább a könyveinek ezt a gondolatot, de mert ő is kezd kicsit kihátrálni időnként egyes nyilatkozataiban ebből, hogy de azért az ő könyveiben ez erőteljesen megvan, hogy létre kell hozni valamifajta új jobboldali kultúrát, és az veszi át az lesz a hegemon, de ő ezt ilyen baloldali filozófusokra alapozva írja, és akkor Orbán Viktor is szimpatizál kicsit ezekkel a gondolatokkal, de hát a kultúra irányításban azt látni, hogy inkább kaotikus, tehát Orbán inkább versenyeztetni szereti a figurákat, és mondjuk egyik héten úgy gondolja, hogy jó, hát akkor ez jó lesz a következő két hónapra, meg teljes ellenkező irány az, ami megvalósul. Ugye idén például sokan rebesgették, hogy Demeter Szilárd biztos nem maradhat a PIM-nek az igazgatója, aztán lám mégis ő maradt az igazgató, főigazgató. Igen, vagy hát ő egyedül pályázott. Az év kulturális szempontból szintén fontos esemény volt az Operaház, amit csak igen. Itt akkor említés szintjén azért hozzunk szóba, ahol tényleg ugye a szakmai bizottság és az egész közvélemény azt várta, hogy nem Ókovács Szilveszter maradt, és a végén mégis ő maradt, az is egy elég meglepő fordulat volt. Ha jól tudom, beszélgettünk erről, ott Vidnyánszky Attila rakja, hát, sejlik fel a háttérben? Ilyen információk jutottak el hozzánk, de senki nem erősítette meg, úgyhogy erről biztosat nem mondhatunk, de egyébként amit a Dávid mondott, ez a versenyeztetés, ez ebben az esetben is gyönyörűen látszott. Ugye először ketten pályáztak az Operaház, első körben két pályázó volt az Operaház főigazgatói posztjára, és ez Csák János azért vonta vissza ezt a pályázatot, mert hogy csak ketten, és hogy itt jóval több jelöltre lenne szükség, de ugyanakkor mégiscsak benne volt, és az egyik pályázó Ókovács Szilveszter volt, és emögött azért, vagy ennek a hátterében azt fedezhettük fel, hogy akkor inkább ezzel van a probléma, hogy ne Ókovács Szilveszter legyen. Aztán mégis valahogy Csák János mégis őt nevezte ki, úgyhogy hogy a NER-ben váratlanul erős kritikákat, vagy kemény kritikákat kapott Ókovács Szilveszter, ugye a mellette, mások mellett Rost Andrea és Miklós Erika is pályázott, illetve Keselyák Gergely is pályázott az Operaház élére, és ők mind a hárman elég keményen ostorozták Ókovács Szilveszter eddigi munkáját. Tényleg megdöbbentő volt, legalábbis ebben a környezetben, amiben élünk, és ennek ellenére Csák János mégis őt nevezte ki, és ebben simán benne lehet az, amit a Dávid mondott, sőt, hát nagyon valószínű, tényleg ez volt benne. Vannak különféle, annak ellenére, hogy totálisnak tűnik ez a hatalom, mégiscsak vannak különféle lobby csoportok, és az egyik, kijátszák őket egymással, és akkor az egyik végül szükségszerűen felülkerekedik, de ő is tudja, hogy mivel ott a másik, ezért vele sakban lehet tartani, ami nagyon jól működik eddig, és egyébként simán lehet, hogy a Demeter Szilárd
féle történet, amiről ugye sokáig úgy tűnt, hogy esélytelen, hogy ő lesz, és hogy kegyvesztetté vált, mert hogy egyébként az a rengeteg beígért pénz nem érkezett meg, amivel ugye kecsegtették korábban, aztán mégis ő maradt. De lehet, hogy így most már tudja, hogy hol a helye, pénzt nem kapott, megkapta a pozíciót, nem tudom, ez így nagyon jól működik, sose jártam még Észak-Koreába, de valahogy így hasonlóan képzelem el a helyzetet. Csak ott ágyúval lőnek az ember, úgyhogy. Egyébként Vidnyánszky Attila, mint a magyar kultúra egyik fontos szereplője és alakítója, ő szerintetek ezek közül, akiket említettünk, ő a legjelentősebb szereplő, a legfontosabb, a legnagyobb hatalmú szereplő ebben a rendszerben, vagy láttok kihívót? Szerintem jelenleg ő az, akinek a legnagyobb befolyása van. Nem véletlenül mozdultak meg ennyien, amikor úgy volt, hogy legalábbis azt mondta, hogy lemond, és akkor meg kellett védeni, és meg kellett támogatni. Ugye ott akkor vita is volt, hogy egyáltalán valóban le akar-e mondani, hogy ez csak egy színjáték, vagy mi áll a háttérben. Ugye lehetett azt hallani, hogy azért mégis megviselt őt ez a dolog, és akkor akart ezzel valami fajta látványos gesztust mutatni, hogy ő már pedig megtenné ezt. De azt hallani, hogy a színházon belül sem volt azért nagyon egységes a mögötte állók tábora, és voltak, akiknek a mellette való kinemállása fájt neki, és hogy ez is azért valami fajta szerepet játszott. Nem, hogy ezt mondjuk el, hogy Szász Júlia és Horváth Lajos ott november 10-én a Római és Júlia előadás alatt lezuhantak a díszletről, és nagyon súlyosan megsérültek. És hát igazából pont mondjuk egyébként akkor megint idézzük Alföldi Róbert, hogy ez volt az egyetlen lehetséges döntés, mondta ezt egykori igazgatóként, mert hogy mindenért az igazgató felel, vagy tartozik felelősséggel, akárki is döntött rosszul. Ugye azt nyilván ez sem fog, valószínűleg nem fog kiderülni, bár rendőrségi nyomozás is folyik az ügyben, hogy a színészek többször jelezték állítólag, hogy nem komfortosak ezzel a díszlettel. Hát nem történt semmi, illetve az történt, amit ugye utána láttuk, hogy leestek róla, és az is egy érdekes és fájó dolog, legalábbis számomra, hogy ami Dávid által említett nagy kiállás, ugye ez a leg, hát nem tudom, legabszurdabb szocializmus idézi, az az Attila maradj felkiáltása, ugye ezt Ókovács Szilveszter követte el. Hát ez a paródia, tényleg olyan megnyilvánulása volt ez a férfi szerelemnek, amit akár be is fóliázhattak volna, mert döbbenetes volt, és de hogy azt mindegyik elfelejtették, hogy itt két ember súlyosan megsérült, és egyikük sem mondta azt, hogy reméli, hogy jó, rendben, maradjon Attila, és nagyon szeretjük Attilát, csak hogy akkor mondják azt, hogy de itt két ember nagyon súlyosan megsérült, és ugye az is egy furcsa eset volt, hogy Szász Júliát öt vagy hat nap után hazaengedték a kórházból, mert ugye ha otthon van, akkor minden rendben van, és szegénynek vissza kellett mennie, és azután, hát ezt ugye már a Partizán megírta, mert az információ hozzánk is eljutott, én nem tartottam etikusnak megírni, hogy pontosan milyen sérülés, de nagyon súlyos sérülés szenvedett Szász Júlia. Miután visszakerült a kórházba, könnyebb sérülése, de a könnyebb sérülése 10 napig tartották be, még a korábbi súlyosan 5 napig, és azt is csak azért hozták le, vagy azért nyilatkozott akkor a kórház, mert hogy megkerestük őket, ami szerintem nevetséges ebben az egészben. Tehát ez a kiállás egyértelműen jelzi szerintem is, hogy Vidnyánszky itt a legfontosabb, akire annyira kell vigyázni, hogy szinte mindegy, hogy egy színésznője mennyire sérül meg, a lényeg, hogy neki ne essen bántulása. Mert akkor az egész kulturális életet újra kéne osztani, és ugye szintén, ha már itt emlegettük a szocializmust, nagyjából ugyanez van, tudják a játékszabályokat, tudják, hogy kinek a segét kell nyalni, kihez kell dörgölőzni, hogyan kell dörgölőzni, mennyi ideig kell dörgölőzni. Ha kiesne, akkor újra kéne tanulni a szabályokat. És egyáltalán nem biztos, hogy olyan kerülne oda, akihez ők dörgölőzhetnek. Tehát az a biztonság, az a biztos, hogy ha megmarad minden úgy, ahogy van. És ebből is látszik. Vagy tehát legalábbis számomra ez azt jelenti, hogy akkor igen, ő a legfontosabb szereplő. Akkor tévesen emlegették korábban Demeter Szilárdot egyfajta új Acél Györgyként, bizonyos értelemben Vidnyánszky Attila most a magyar kultúra Acél Györgyi. Hát nem tudom, hogy lehet ilyen analogiákat vonni. Az biztos, hogy Vidnyánszkyt be van betonozva annyira, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen elmozdítani, mert akkor rengeteg különféle helyre kell új embert vinni, és akkor sokkal bizonytalanabb lenne az egész rendszer.
Egyébként ez az ügy, a Nemzeti Színházas baleset és az azt követő polémia ügye, illetve nem olyan rég egy kevésbé fajsúlyos, de azért mégis jellemző ügy, a budai Ciszterci gimnáziumban ugye pár hete Molnár Áron színész részt vett egy beszélgetésen, meghívta egy tanár, egyébként lehet tudni, hogy ki, Nényei Pál, aki volt már itt vendégünk, és ezután a Mandiner című heti lap, illetve online felület, és ezt az anyagot átvéve több más propaganda termék, egy nagyon hát azt nem mondanám, hogy érdekes, de megint csak, ha már itt a szocializmust emlegettük, egy azt nagyon jól idéző mechanizmus indult el, a Nemzeti Színház esetében szintén. Ugye ott már egy-két nappal a baleset, illetve Vidnyánszky belengetett lemondása után, nem is tudom, a Hír TV valamelyik beszélgetős műsorában hallottam, ott már a színpadmestert kezdték emlegetni, de csak úgy, még nem mint tény, hanem hogy hát azért megnézném, hogy a színpadmesternek ebben milyen felelőssége van, itt pedig ugye De bocsánat, hogy beleszólok, csak ugye itt elhangzott az is, hogy egy szerencsétlen mozdulat, tehát hogy ez nem is a színpadmester, hanem a színészek. Mindig a színészekkel van a baj, tehát ugye... Igen, és ugye aztán ebben a gimnázium ügyben pedig az volt egy egészen árulkodó és meghökkentő fordulat, amikor azt emlegette fel a Mandiner újságírója, hogy egyébként pedig ugye a tornacsarnoka ennek a gimnáziumnak, nem tudom, 6 milliárd forintos állami támogatásból épült, ez csak ott elhelyezte, mint egy jelezve, hogy aki ilyen szép támogatásokat kap, az ne ugráljon. Ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire most konkrétan a médiával kapcsolatban ezek az akciók mennyire jönnek már természetes módon egyes újságírók, újságnál, médiumnál dolgozó emberek tollából, fejéből, szájából, vagy itt mennyire kell egy központi vezénylésnek érvényesülnie, hogy ezek előjönnek? Mert én egy kicsit úgy látom, hogy már ott tartunk, hogy ez magától megy tulajdonképpen. Szerintem ilyen véletlenszerűen jönnek ezek. Nem hiszem, hogy itt konkrétan lett volna valami központi, hogy mindenki szúrjon oda egyet a támogatással. Ezek ilyen véletlenszerű esetnek tűnnek inkább, nem tudom, hogy mennyire van bennük tervezettség, vagy hogy mi a szándék, mit gondolnak kifutásnak. Nem tudom. Hát biztos, hogy nincs központi, nem hiszem, hogy van egy ilyen piros gomb, mint orosz atom arzenálnál. Én azt gondolom, hogy te jó sztahanovista módjára szeretnek túl teljesíteni ezeknél a lapoknál, és tudják, hogy mi az, vagy pontosabban ez az érdekes, hogy nem hiszem, hogy tudják, mert nincs egy leírt szabályzat, hogy hogyan kell a hatalomhoz húzni, hanem van egy elképzelt világ, és ebből az elképzelt, ez a másfél évtizede elképzelt világ minden egyes megnyilvánulása és gesztusa válik valóságossá. Tehát végül is ők teremtik meg azt, hogy mi a NER, és ez izgalmasá is tehetné akár, hogyha nem velünk szórakoznának, mármint nem mint velünk, mint Magyar Hanggal, hanem velünk, mint magyar néppel. De hát mondjuk ebben az esetben ugye ez a logika, ez nagyon szépen érvényesül már évtizedek óta, ha valaki állami támogatást kap, mondjuk a kulturális életben, akkor az maradjon csöndben. Csak ugye azt felejtik el, hogy ez a pénz azért, mert az állam adja, az nem az állam pénze, hanem az a társadalom pénze, az adó forintokat osztják el, elvileg szakmai alapon. Hogyha valaki azt állítja, hogy felépült a tornacsarnok, tehát akkor Nényei Pál ne hívhasson meg bárkit azok közül, a művészek, vagy előadók, vagy alkotók közül, akit szeretne, akkor ezzel azt mondják, hogy ez nem szakmai alapon ment, nem azért adtuk mi a pénzt a tornacsarnokra, hogy a diákok egészségesebbek legyenek, hanem azért, hogy lekenyerezzünk benneteket, vagy pontosabban azért, hogy mint egy jó hűbér úr, akkor mi az igánk alá hajtottuk benneteket, és onnantól kezdve nem ugrálhattok. És ez a logika borzasztóan veszélyes szerintem, mert nem azt üzeni, hogy a pénz értéket teremt, hanem azt üzeni, hogy a pénz alattvalót teremt.
És innentől kezdve, mondjuk, igen, innentől kezdve meg mindegy, hogy Nényei Pál kit hív meg, mert hogyha ha alattvalók vannak, akkor jöhet Molnár Áron, de jöhetnek bármilyen balliberális felforgatók az iskolába, semmilyen hatása nem lesz, mert úgyis csak a feudalizmust visszük tovább. De ezt nagyon veszélyes tartalmazik, de akkor visszatérve még a konkrét kérdés, szerintem nincs központi elv, mindenki nagyon jól tudja, nagyon jól működik ez. Ha nem működik jól, ahogy azt láttuk, hogy például Elsimo László esetében, aki, de ugye róla is majd beszélgetünk, bővebben, ha ő kilép ebből a rendszerből, és elsősorban kívülállva rá is mutat annak abszurditására, akkor kirúgják, és innentől kezdve, és ez egy nagyon következetes lépés volt egyébként Csák Jánostól, mert hogy ez a rendszer logikája, úgyhogy akkor mindenki tudja, hogy hol a helye. Igen, az Elsimon ügy valóban, ahogy mondod, az szóba került volna, sőt, az lett volna a következő témánk. Dávid, te hogy látod Elsimon ügyét? Ő mennyire gondolhatta vajon komolyan, hogy neki van olyan hatalma, vagy hát talán nem is hatalma, hanem olyan védettsége, hogy valóban elég, hát mondjuk pimasz, hogy szemtelen módon ment ellene a központi akaratnak, vagy hát a Csák János által képviselt, és egyébként, majd erről is beszéljünk, hogy Dúró Dóra által ez esetben megfogalmazott központi akaratnak, és aztán történt, ami történt, ez vajon hát meglepte őt. Ő azt gondolt, hogy elsősorban Dúró Dórának szúr oda, és hogy vele megy szemben, nem pedig Csák Jánossal, és a törvénye. Egyébként a Csák János kérése után bejelentették, hogy a 18 éven felüliek nézhetik csak meg, csak hát ugye közölte a múzeum azt, hogy ezt nem tudják betartatni törvényesen, mert nem kérhetnek el személyi igazolványt, és akkor ebből lett talán inkább egyfajta probléma, hogy ez ellenszegülésnek tűnt. De hát első vonászó tényleg azt gondolta, hogy a saját kereteit kijátszhatja ebben a térben, hogy ő végül is szabad annyira, amennyire lehetséges. Ugye utána tartott pont nemrég egy ilyen beszédet a szabadság és az intézményi autonómia címmel, amiben az elmondottak azok nem feltétlenül tükrözték vissza azt, ahogy az ő esetét kezelték. Ő azt remélte, amikor múzeumigazgató lett, hogy akkor itt most kicsit szabadabban mozoghat, és maga irányíthat, de hát látszódott, hogy hiába, hogy még a intézményvezetői kompetenciái nem is kérdőjeleződtek meg igazán, mégsem tudott maradni, mert egyszerűen a politikai játszmában alul maradt. Ugye itt voltak mindenféle pletykák, egyebek is, Hiller István is bedobott egy olyat, hogy szerinte azért kellett mennie, mert hogy a MMA ügyben volt egy nem tetsző gesztusa, ugye lehetett ilyeneket hallani, hogy más ügyek is közre játszhattak. Mi volt a nem tetsző gesztus, ezt is tudjuk? Vagy hát igen, az Vasegyi György, a leköszönő MMA elnököt, örökös tiszteletbeli elnökké szerették volna választani, és hát ezt Elsimo László fúrta meg az MMA közgyűlésén, ami azért volt egy, hát utólag, ha valóban ez történt, ahogy ezt ugye Hiller István magyarázta, mert azért volt rossz döntés a részéről, mert hogy Vasegyi György, vagy egy rosszul megválasztott stratégia, mert Vasegyi György Csák Jánossal viszonylag jó viszonyban van, és hát hogyha Csák Jánosra döntenie kellett ezek után, hogy a mondjuk, hát talán mondhatjuk, hogy megalázott barátja pártját fogja, és elsimon valami rossz vált ez a tűzre, akkor vajon mit fog lépni. Igen, tehát hogy ott ez volt. De az az érdekes, hogy Elsimon László ügyében, azt is mondjuk el, hogy ugye ez a WordPress fotókiállítás, tehát a sajtófotó kiállítással volt a probléma. Egy Fülöp-szigeteki melegidős otthont ábrázoló fotó, amit csak hogy hangsúlyozunk, egy olyan otthon, ami idős, meleg emberek számára oltalmat és biztonságot jelent. Egyébként semmi ízléstelen és polgárpukkasztó vagy megbotránkoztató nem volt ezeken a fotókon. Egyszerűen meleg embereket ábrázolt, és ezzel volt problémája a kormánynak. Ezért akarták kitiltani Dúró Dóra kérésére egyébként, a Mi Hazánk elnök helyettesének a kérésére a 18 januliakat. De ami érdekes, hogy én viszonylag sokat foglalkoztam a Nemzeti Múzeummal, és hogy hát ugye ezt láthattuk, végig szántotta a magyar médiát, hogy Elsimo László utolsó társulati ülésére bevonulva sorfalak álltak
a munkatársai, és megtapsolták, rendkívül emocionális jelenet volt, de a ott dolgozó forrásai azért árnyalták a képet. Ezek azok az emberek voltak, akiket Elsimon László hozott oda, akik már az ő érkezés előtt is ott dolgoztak, ők nagyjából úgy számoltak, hogy egy-másfél, maximum két éve lehet a múzeum élén annyira, hát mondjuk, hogy kompromisszum, képtelenül vezette az intézményt, a szakmaiságot zárójelbe téve, és ugye azt is láttuk, azt ugye a Magyar Hang írta meg, hogy luxusautókat kapott a kultúra támogatása címén a Pappasz Magyarországtól, ilyen több tízmilliós Mercedesekkel, az egyiket ő használta, tehát hogy nagyon ellentmondásos volt a tevékenysége ott, és egyébként meg a politikai megrendeléseket azonnal teljesítette, ugye amikor a 2006-os tüntetésekről készült fotósorozott kiállítás például, rendőrségi brutalitás bemutató fotósorozat, és aztán hogyan kötötték össze ezt az Elkurtuk című filmmel, és tehát nagyon szépen fölépített propaganda kiállításokat csinált ott a múzeumban, és egyéb kellemetlen ügye is voltak, mégis ezért távolították el, ami jól jellemzi azért a magyar kulturális életet. És hát az, hogy azért azt szerintem arról nem szabad elfeledkeznünk egy percet, ami mindez Dúró Dórától indult ki, úgyhogy a kiállítás akkor már több mint egy hónapja nyitva volt, láthatta több száz vagy több ezer 18 éven aluli, és aztán utána a Dúró Dórához is eljutott a híre, hogy van egy olyan, hogy Nemzeti Múzeum, ott rendeznek kiállításokat, gondolom elmenni nem ment el azért, de valaki biztos elmesélte neki, hogy ott meleg emberekről is látható fotó, és ezután állt ki, és amikor a szélsőjobb diktálja a kormánynak, a kulturális kormányzatnak, hogy milyen döntést kéne hozni, azért az elég hát, sötét időket idéz. És ugye jól tudjuk, Dúró-Dóra hozzáállás itt a magyar kultúrához, a könyvdarálás és egyebek. Úgyhogy ez minden szempontból pikáns az ügy, és hogy amikor egy olyan helyzet áll elő, hogy Elsimon Lászlót kell sajnálni az igazságtalanságok miatt, azért az mindig munkását teszi. És akkor utána még az ügy tovább is fajult, mert volt a Néprajzi Múzeumban is akkor egy ilyen ügy, és akkor már mindenki elkezdett félni, és akkor ők igenis, hogy tartják magukat a úgynevezett gyermekvédelmi törvényhez, volt valami ilyesmi. Talán lekordonozták, nem azt a részt. Igen, azt is lekordonozták. Igen, de a még abszurdabb volt a műcsarnoknak, akik ugye néhány nappal az eset után, ugye egy nagy Régli Judit kiállítás van, a Régli Judit kiállítás, a életmű kiállítás, és ugye a Franciaországban élő magyar művészről, vagy élt magyar művészről, de tudható volt, hogy egy nővel élt együtt, és ennek nyoma maradt a művészetében is, és ez megjelenik ezen a kiállításon is, úgyhogy a műcsarnok sietett közölni a nagy közönséggel, ők mindent betartanak, nem szekték meg a gyermekvédelmi törvényt. Tehát, hogy előre tisztázzák a helyzetet. Egyébként meg a könyvek felét be lehetne zúzni, vagy befóliázni, és a múzeum a kiállításod nagy részét, tehát mondjuk a Magyar Nemzeti Galéria egy jelentős részét le lehetne zárni, vagy körbe kordonozni, hogyha ez lenne a mérce, mert mondjuk olyan hatalmas alkotók, mint Mednyánszky vagy Batthyány, ők tudhatóan homoszexuálisok voltak, és ez megjelenik a művészetükben is, tehát az egész innen nézve nevetséges, de hát Dúró Dóra jól szórakozott, és valószínűleg a Mi Hazánk is szerzett egy pár szélsőséges szavazatot. Uh-huh. Még egyébként, ha ilyen politikai, kultúrpolitikai abszurdokat sorolunk, akkor talán érdemes megemlékezni erről a Pásztó, ugye Pászton történt? Lehet, hogy most nem jól mondom, ahol a kormányhivatal munkatársai centivel mérték a líra egyik boltjának a távolságát a templomtól, ha jól emlékszem, és így állapították meg, hogy az ott ugye a bizonyos könyvek nem felelnek meg ennek a gyermekvédelmi törvénynek. Valóban, ahogy Bence mondja, ezen akár, hát tulajdonképpen lehetne nevetni, mert meglehetősen abszurd, bár most már egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy ez már a groteszken és az abszurdon egy kicsit kezdünk túllépni. Ez most már lassan maga tényleg egy... Nem. Tehát egyre nehezebb nevetni ezeken a dolgokon, azt hiszem. Ti mire számítotok, hogy egy kicsit előre tekintsünk? Ez így fog görögni? Meddig alakulhat mindez így? Tehát itt erre gondolok, hogy ezek az ilyen önszabályozó mechanizmusok most már megjelentek, akár a sajtóban, amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen akad bőven ember, aki
annak a szellemében, amit ő úgy gondolja, hogy itt meg kell szólni, akkor megszólal. Ugye egy művészeti intézmények vezetői észbe kapnak, és akkor előre kordonoznak, vagy előre jelzik, hogy bizonyos kiállítások egyébként rendben vannak, ne vegzálják őket, vagy akár ezek a centivel mérések. Tehát az ember optimistább hangulatában azt is gondolhatná, hogy ez nem tarthat örökké, tehát hogy ez tényleg annyira képtelen jelenetek. Na jó, de hogy mondjuk még tehát ez így megy, ez akkor ez mostantól így lesz. Mondjatok valami biztatót itt év végén. Nem tudok. Köszönöm. Hát ő biztató, egy meteor elpusztíthatja a Földet. Nem, egyébként szerintem az a probléma, hogy annyira, ahogy azt mondjuk Vidnyánszky esetében is láttuk, annyira jól, ahogy a Dávid fogalmazott, bebetonozták, és nem csak a legfelsőbb vezetőket betonozzák be, hanem egy olyan réteget is, amik biztos alapot jelentenek ahhoz, hogy a felső vezetőket ne lehessen még légkalapáccsal sem eltávolítani. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez sokáig nem fog változni, mert hogy amíg a Fidesznek van egy olyan stabil szavazóbázisa, amely nem aggódik egyáltalán azért, hogy a filmművészet, a színházművészet, a könyvkiadás, az irodalom, a zene és minden egyéb vajon hogyan sorvad el, és hogy azok az igazán innovatív alkotók, akik, és kreatív alkotók, akik a következő évtizedek művészetének irányvonalát vagy tendenciáit jelölhetnék ki, azok vagy éhen halnak, vagy külföldre mennek, vagy nem tudom, az éhállás, ez csak képletesen nyilván, azért szerencsére itt nem tartunk, de hogy mindestre elhagyják a pályát. Amíg azt a választó vagy szavazótábort, szavazóbázist nem érdekli, ez addig nyilván változás nem lesz, hiszen édes mindegy nekik, hogy Pálffy György rendezhet-e Magyarországon filmet, vagy Görögországban kell filmet, de úgyis behúzzák az X-et a Fideszre. Csak ugye ilyenkor mindig előkerül, és ezt nagyon sokan elmondják, néhány hete is elhangzott az adásban, ugye, hogy 1956. október 22-én senki nem gondolta, hogy másnap október 23-a lesz. És tehát, hogy bármi történhet, de én azt hiszem, hogy mivel és ez most lehet, hogy félre is lehet értelmezni, nem akarok senkit lenézni, de hogy alapvetően nem vagyunk egy kultúrnemzet, akármennyire is hajtogatja ezt a kormány. Egyre kevesebben olvasnak, nyilván egyre kevesebben embernek lesz pénze, hogy színházba vagy moziba menjen. Nem, sajnos valószínűleg egyáltalán nem érdekli a társadalom egy jelentős részét a kultúra. Akit érdekel, az pedig még esetleg hajlana is, vagy vágyna is a változásra, és akkor előkerül a kérdés, hogy oké, de akkor mi milyen változás? Tehát, hogy és akkor itt már a politikába csúsztánk, hogy ilyen ellenzékkel vajon mit lehet kezdeni. Hát sem, igazából túl sok jóra nem számítok. Annyi egyébként, és azt, hogy akkor valami pozitívum is legyen, hogy ugye ez sokszor elhangzik, hogy ez a teher alatt nő a pálma elv, ez mennyire érvényesül, vagy a kivéreztett művészek vajon a kreativitásukkal ellensúlyozni tudják-e a pénztelenséget és a folyamatos vegzálást. És ugye erre sokan azt mondják, hogy egy darabig igen, de aztán utána nyilván az győz, hogy ha nincs pénz, akkor nem állít elő darabot. De szerintem azok a kreatív energiák mégiscsak megmaradnak, ha nem is abban a konkrét előadásban, ami esetleg nem valósul meg, vagy nem abban a felbomló színtársadban, nyilván mert hogy felbomlik, de szerintem ezek ilyen búvópatakként megmaradnak, és egyszer majd csak a felszínre törnek, és ami még pozitívum lehet, hogy ahogy ezt kérdezted is, hogy van-e jobboldali kultúrát, arra most akkor egy ilyen konkrétabb, vagy egy egészen konkrét, az, hogy volt rá másfél évtizedük, hogy valamit megmutassanak ebből, hogy mi az a szerintük értékes kultúra, ez nem sikerült, mert se olyan irodalmi művet, se olyan színháziadás, se olyan filmet nem láttunk, ami ezt a rendszert jellemezni, és ennek a rendszernek a lényegét mutatná meg, és az kedves lenne a hatalomnak, és vállaltan hatalompárti, és még értéket is képviselne. Ilyen sajnos nincs, és valószínűleg ez szükségszerű, ne is legyen. És éppen ezért, hogyha ez majd valamikor eltűnik, akkor azok a búvópatakok újra a felszínre törhetnek remélhetőleg, és akkor folytatódik valamiféle kulturális élet. Úgyhogy nem tudom, azt hiszem. Na, hát ez azért meglepően optimista volt a helyzetet, és Bence néhány más megszólalását ismerve. De akkor maradjunk azért még a meteoros változatnál is, úgyhogy jó, még az is a halalom is. Igen.
Egy utolsó kérdés, hogyha egyetértetek, vagy hogyha nem marad bennetek valamilyen... Rengeteg mindent. Csak tényleg azért, hogy valami kellemesebb témával fejezzük be. Idén akár irodalomban, akár, hát a Dávid filmet már említetted, neked azt már nem ér, de irodalom, színház, bármilyen kulturális produktum, mi volt a leg, vagy milyen kulturális produktum okozott nektek nagy élményt idén, akár ilyen ajánló jelleggel. Túri Tímának nagyon jó volt a Verses könyvvel, az Egyszerre egy beszéljen, az nagyon minőségi és fontos, a korábbiak is jók voltak, de ez még talán az előzőnél, az Anna visszafordulnál is jobb lett. Uh-huh. Hát én is hirtelen elsőre egy könyv jut eszembe, Szerhi Zsadannak most jelent meg Körner Gábor fordításában a Diák Otthon című kötete, ami ugye ő egy dombaszi ukrán költő, író, performer, rockzenész, aki hát most nyakig benne van a háborúban is, nem harcolóként, de folyamatosan támogatja mindenféle bevételeivel, a koncert és felolvasó estjei bevételével az ukrán hadsereget, és ha kell, akkor mint egy marha csordát ment a frontvonalból, tehát egy egészen elképesztő figura, és neki ez még a 2014-es a Krim annexiója idején játszódó könyve, ami nemrég jelent meg, ami egészen zseniális, fájdalmas végigolvasni, de egy csodálatos szöveg, ez a magyar fordításnak is köszönhetően. Ezt azt ajánlom mindenkinek a helyzet megértéséhez is, bár nyilván Magyarországról akkor sem fogjuk megérteni a helyzetet, hogyha ötször elolvassuk ezt a könyvet, de azért sokat segít ebben, úgyhogy ezt mindenképpen, illetve hát ha még egy filmet is mondhatod, akkor legyen Reisz Gábornak a Magyarázat mindenre című filmje, ami ugye fillérekből készült, ami egyébként alig látszik rajta, hogy fillérekből készült, viszont van 2-3 olyan jelenete, amit szerintem tanítani kéne, és nem csak filmművészetileg, de társadalmi szempontból is, szerintem remek lett, úgyhogy én ezeket emelném ki, most így hirtelen. Hát, most már köszönjük. Most már neked is ki kell emelned. Jó, akkor én azt mondom, amit épp most olvastam, nagyon friss az élmény, egy holland szerző ifjúsági regénye, a Pagony kiadónál jelent meg, Annette Schaap-nak hívják a szerzőt, Emilia és a tengerfia a könyv címe, és azért merem itt ajánlani, mert azért valószínűleg nem az eredetileg célközönségnek gondolt olvasók hallgatnak vagy néznek minket, de azt kell mondjam, hogy felnőttként is nagyon-nagyon nagy élmény, tehát az ifjúsági irodalom legmagasabb szintjeit ostromolja szerintem, tényleg barátságról, bátorságról, szabadságról olyan szépen beszél. Egyébként a holland gyerek és ifjúsági irodalom méltán nagyon-nagyon híres világszerte, és tényleg ebben a könyvben esszenciáját láthatjuk annak, hogy miért, tehát hogy milyen nyelven szól fiatal olvasókhoz, nem megrettembe a legsúlyosabb témák említésétől, feldolgozásától sem, úgyhogy nagyon nagy élmény, mindenkinek javaslom, vagy akár ajándékkönyvként fiatalabb, ilyen 12 éves kortól már egész nyugodtan. Csak benne fóliázzál. Nem, arra nincs sok. Ilyen szál nincs. Ok, az mindenre van. Jó, hát köszönjük szépen, Bence, elbúcsúzol. Ja, hát igen, nagyon szépen köszönjük az egész éves figyelmet, és hát szeretnénk folytatni, de folytatjuk is műsorunkat. Két ünnep között egy best of adásra jelentkezünk, a eddigi műsoraink legjobb pillanatait gyűjtjük össze, és aztán jövő évtől folytatjuk a hagyományos módon vendégekkel a kultúrtáját, és ahogy az elején Szabolcs is elmondta, mivel szinte kizárólag az önök, az olvasók, a nézőknek köszönhetően működik a lapunk, úgyhogy kérjük önöket, hogy amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, és hát boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, és boldog új évet, és akkor várunk vissza mindenkit jövőre, remélhetőleg. Köszönjük szépen! Köszönjük.